Debrecenben kezdte meg őszi turnésorozatát az Alvin és a Mókusok. Ezzel kapcsolatban Dúl Sándort, a banda gitárosát kérdeztük. Tartsatok velünk! Legyen egy álmod, legyen egy párod, s hiteld a verbek, szép kicsi ház. Egy bio autód, és annyi béred, ami a NAV-nak is megmagyaráz. És boldogan élne, ha itt lenne vége, már aki pipikus korán haló. Mert sejj a magyarnak, jól megy az átok, így lettem én is ma korra való. De végig élek, és már nem félek, attól a sok dologtól, ami öl. Tudom az árát, nem várok hálát, sem a bölcseket kellett felől. Azzal szeretném kezdeni, hogy üdvözlünk itthon Debrecenben. Köszönöm szépen. Milyen érzés hazaérkezni? Mindig jó. Mindig jó. Sajnos mostanában elég ritkán jutok el. Inkább a szülők jönnek utánunk, de nagyon jó mindig hazaérkezni, úgyhogy most is jó volt körbenézni a városba, hogy mennyi minden változott. Ilyenkor jönnek a régi barátok, megnéznek titeket koncerten? Igen, szoktak érkezni, de ez is már ugye azért egyre kevesebb, mert ugye mindenkinek gyerek van, család van, és nehezebben szabadulnak el, de azért egy párra mindig el szoktak nézni. Nagyon helyes. Kezdjük azzal, hogy Debrecenben nyitjátok meg az őszi turné sorozatotokat. Mit lehet tudni, mi a koncepciótok most erre az idei évre? Igazából az a helyzet, hogy a Covid alatt jelent meg a legutóbbi nagylemezünk, az akinek itt kell most lennie, és sajnos nem volt lehetőség arra, hogy igazán bemutassuk mindenhol, úgyhogy ezt a lemezt is még igyekszünk bemutatni a közönség számára, aki nem látta, illetve idén volt az 1000. koncertje a zenekarnak áprilisban, amikor rengeteg régi dalt elővettünk, és mivel nagyon tetszett a közönségnek, ezekből a dologból is hoztunk el ma magunkkal. Ugye 2019-ben jelent meg ez a lemez, jól tudom. Mondtad, hogy még most promózátok tulajdonképpen, viszont készül-e már esetleg új album? Abszolút, egyszerre több fronton is készülünk. Egyrészt ugye készül az új Alvin nagylemez, erről már idén egy dalt mindenképpen szeretnénk kihozni videóklippel a közönség számára, illetve az idei évi kezdeményezésünk, hogy a Punk Pop Superstar lemezeink 15 éves jubileumára tartunk egy ilyen újra lemezbemutató koncertet majd az A38-on decemberben, és arra gondoltunk, hogy ha már előveszük ezeket a dalokat, akkor csinálunk egy pár újat ezekből a fajta dalokból is, illetve a frontemberünknek, Alvinnak készül a nagy lemeze a Pásztor nevű produkciójával, tehát gyakorlatilag a zenekar környékéről három produkció is várható. Mikorra várhatóak ezek az alkotások? Új dalok mindenképpen lesznek még idén, tehát mind az Alvin dal ugye érkezni fog valamikor, szerintem november-december környékén. Egy Punk Pop Superstar dal novemberben fog érkezni, és a legújabb Pásztor dalnak pedig most október 20-án lesz az új premierje. Csodáson nincs szükségem, nem kell, köszönöm szépen, miért érdekel minden embert, hogy mit értek ebben a mocskos erénye, hogy Katarinnak volt-e kutyája, az elnökünknek mi a hibája, Jézusnak volt ez a kálla, prosta berákja. Ebben a turné sorozatban hány koncerthelyszínt fogtok érinteni, és hol zártok majd? Igazából az idejében szeretnénk zárni ezt a turnét, 13-14 állomásunk lesz végül is, viszont a jövő évre már ki vannak írva a külföldi dátumok, az viszont már a jövő évi 30. jubileumot érinti, hiszen 2023-ban lesz a zenekar 30. születésnapja, amikor pedig az fog történni, hogy csak külföldön koncertezünk egész tavasszal, ugye nyáron fesztiválozunk, és akkor a klubokat pedig majd csak jövő ősszel látogatjuk meg ismét. Egy elég speciális koncepcióval, ami nagyon jó lesz, és nagyon reméljük, hogy mindenkinek tetszeni fog. Nyilván a 30 évet igyekszünk felölelni, amennyire csak lehet, de erről még egyelőre többet nem mondok. Ó, pedig ezt szerettem volna pont kérdezni, hogy mit lehet tudni majd, milyen kis különlegességek érkeznek majd. Viszont beszélgessünk egy kicsit erről a jövő év elejé külföldi turné sorozatról. Milyen állomások vannak kipécézve, hova szeretnétek eljutni? Alapvetően ugye a 30 év során voltunk több helyen már külföldön mi is játszani, és ezeket szeretnénk újra meglátogatni, esetleg új helyeket felfedezni. Már ugye a londoni, müncheni állomás az publikus, de hamarosan érkeznek új dátumok is. Terveink szerint fogunk még menni Hollandiába, Németországba, Ausztriába, esetleg Csehországba, meg persze Erdélybe is. Reméljük, hogy ismét kalandok, mert azért a külföldi koncertezés mindig bizonyos kalandokkal jár. Reméljük, hogy megint élményekkel, kalandokkal gazdagszunk. El tudsz most mondani egy olyat, amire szívesen emlékszel vissza?
A sörös sztorit az pont meséltem a tévé, de akkor elmesélem nektek is, mert hirtelen ez jutott eszembe. Nagyon jó kis sztori szerintem. Az egyik kisebb angliai koncertünkön volt, Bristolban játszottunk, és egy kis klubban viszont rengeteg magyar gyűlt össze számunkra, és tök meglepetés volt, hogy ennyien vannak ott is magyarok. És ugye magyar kluboknál általában hozzá vagyunk szokva, hogy felkészülünk sörrel, vízzel egy kicsit, és akkor ugye a koncerten van mit fogyasztani. Viszont ott annyira új volt a helyzet, hogy ez gyakorlatilag kimaradt, és a 10. szám környékén már mindannyian éreztük, hogy hú, hát itt azért nagyon nagy meleg van, rengetegen vannak, őrület van, valamit kéne inni, és akkor az almi mondta a közönségnek, hogy ne haragudjatok, sose szoktam ilyet kérni, de valaki hozza nekem egy sört, mert azt mondja, nem bírok már énekelni, és azt mondja, esküszöm, visszahívom a buli után, csak léci tényleg, mert már annyira szomjas vagyok. És akkor belekezdtünk a következő dalba, ahol azt láttuk, hogy annyira nincs nagy megőrülés, tudod, az emberek mennek ki, hát mondom, biztos hozzá dalt választottunk, lehet, hogy majd a következőnél esetleg nagyobb lesz a pörgés. És hát az történt, hogy a következő dalra visszajöttek az emberek, és mindenki egy tálca sörrel jelent meg, és elkezdték elénk lepakolni a színpadra a söröket, hogy tényleg hoztak is, azt vettük észre, hogy mindenki előtt ilyen 10 pár darab sör van hirtelen, úgyhogy nagyon aranyosak voltak. Szomjasak nem maradtatok, és hát szegény Alvin akkor hívhatott vissza mindenkit, nem? Az végül is egy deficites buli volt. Igen. Közgazdászként ezt hogy értékelted? Hát figyelj, muszáj volt, az igen, szép szó. De megittáltok legalább az összes sört, remélem. Mindenképpen kocintottunk mindenkivel. Már csak a hangotok hiányzik! Énekelni kéne! Élvezd a csendet, most raktam rendet, a fejedben, mert néha kell. Fogadjunk másra, hogy bújhatsz padlásra, a gond ettől nem múlik el. Mert a sötétség borul fényt, harsítunk az égen, a zuhannánk, elkapnánk egymást, mint régen. Gádába szárva, meg elássuk mindazt, ami fáj, ott lesz az élet, túl szeret, vagy csak hiányzik már! Jövőre 30 éves a zenekar, ugye azért több tagcsere is volt itt a bandán belül. Ugye a tavaly évben volt, nem, az idei évben volt, amikor ugye visszavonult tőletek a basszusgitárosotok. Hogy érzitek most ezzel az új felállással? Mennyire találtátok meg most már így a közös hangot? Nézd, az az igazság, hogy a zenekartag elvesztése sose jó élmény, főleg egy olyan néha, aki gyakorlatilag egy ikonikus tagja volt a zenekarnak 20 évig, de hát ugye az ő döntését azt tiszteletbe kellett tartanunk, ő szeretett volna egy új életet kezdeni, úgyhogy ehhez igazából mi is csak támogatást tudunk nyújtani. Ha viszont már így alakult, akkor igyekeztünk olyan embert hozni a zenekarba, aki megállja a helyét, és a Balázzsal egy nagyon jó basszusgitárost és egy nagyon jó csapattagot is szereztünk. Úgyhogy nyilván egy ilyen régebb óta működő zenekarnál, meg sokat koncertező zenekarnál az emberi oldal is nagyon fontos, nem csak az, hogy valaki milyen zenész. És azért sikerült olyan embert találnunk, aki tényleg marhára belepasszol közénk, nagyon vicces, rengeteget röhögünk vele, jók az utazások, jól telnek a próbák, és hát zeneileg is Balázs abszolút képzett, és nagyon jól hozzápakol a zenekarhoz. Szerintem a legújabb klip, ami most jelent meg a múlt hét vasárnap, az Akinek itt kell most lennie című lemez címadó dalhoz is, arról szól, hogy gyakorlatilag már maga a klipje, hogy a nyáron hogy teltek a napjaink, a koncertjeink, és szerintem mindenki látja belőle, hogy mennyire jó most az összhang, nem csak a zenekar tagok között, hanem a stábunk között is, szóval tényleg azt tudom mondani, hogy most egy nagyon jó időszakot élünk. Csak is méreg véggel válunk, és az ölembe hullik minden, az mindjárt nem is kell lesz vágynunk, és megvalósul az álom, és engem belegetlek vállon, csak legyen cipzár a számom, de nekem nem kell élárom, sajnálom. Köszönjük, hogy ismét néztétek a Roncsolót, ne felejtsetek el feliratkozni az Alföld Televízió YouTube csatornájára, ahol várjuk kommentjeiteket a műsorral kapcsolatban, de természetesen megtaláltok minket Facebookon, Instán és TikTokon is. Sziasztok!